Igazi Ivanics relikviával gazdagodott városunk, hiszen Ivanics Miklós zongoraművész a Dombóvár életében kulcs szerepet játszott Ivanics család leszármazottja, egy több mint 70 éves terítőt adományozott a városnak, melyre közismert dombóvári személyiségek aláírását hímezték. 1925 körül vásárolta meg Ivanics Antal az Eszterháziaktól az egyházas kozár melletti erdőt, ezzel együtt az ott lévő vadászházat is. Ez a terítő a házban lévő asztal díszítette, és mindenki, aki itt vendégeskedett, aláírta azt. Rengeteg dombovári név van rajta, akik a háború előtt és a háború alatti nevek, az én korosztályom ezeknek több mint a felét ismertem, vagy személyesen, vagy névről, hát persze van egy csomó, aki de, és körülbelül 100 névről van szó. Természetesen egykori dombovári előjárók aláírásai is felkerültek a textíliára. Ott el lehet olvasni, hogy megkezdtük 1932. május, ha jól emlékszem, és a májusi dátum után ott van apai nagyanyám aláírása, Ivanics Antalné, született Braun Irén, ugye lánykori neve, utána Ivanics nagypapa, ugye akire itt utcák vannak elnevezve, meg a volt banképület, és utána ott van még édesanyám természetesen, és édesapám. És csodálatos módon az én aláírásom is ott található, amit a satszolászom szerint nem lehettem több mint 9-10 éves. A terítő sokáig Ivanics Miklós szekrényében pihent, amikor is a dombovári származású zongoraművész elhatározta, szülővárosának adományozza a családi gyerekét. Az Ivanics család legendás terítője a közeljövőben a Helytörténeti Múzeumban lesz megtekinthető.